Ez Kárpáti Tamás festőművész 70. születésnapi alkalmából rendezett kiállítás. Az utóbbi 10 év munkáiból válogatott kollekció került ki. Kárpáti Tamás nagyon sokat dolgozik. Igaz, hogy nagyon lassan, szinte a középkori mesterek gondosságával és alaposságával hosszan festi a képeket, de állandóan csak festészettel foglalkozik, és nagyon sok kép gyűlt össze a műtermébe az elmúlt 10 évben is. A képek mellett még kis plasztikákat, szobrokat is készít. Nos, ebből az anyagból válogattunk, és a válogatás szempontját tulajdonképpen a kolorit, a Kárpáti Tamás festészetét oly meghatározó színek, illetve színgazdagság határozta meg, és így a különböző falakra a színek által meghatározott képsorozatok kerültek. Én szinte minden nap dolgozom, de ez nekem a létezésemnek a legfontosabb dolga. Tehát enélkül nem is tudok létezni, hogy a műteremben valamit ne dolgozzak. Azok a legsikeresebb képek, amit nem is én csinálok, hanem valami csináltatja velem. Valamit érez az ember, hogy most nagyon jó, most nagyon megy, és akkor, amikor megérzi azt a képen, hogy itt valami megzendül, vagy olyan lesz, ami az embernek a lelkébe van, vagy valami, akkor abba kell hagyni a képet. Úgy kell hagyni, mert érzi az ember, hogy az valami több lesz, mint festék, amit az ember tönkre tud tenni. Ez egy nagyon különös festői világ a magyar művészetben, meglehetősen szerintem társtalan, és értékei révén pedig rendkívül magasfokú és kiemelkedő. Egy olyan karakteresen egyéni arculatú festői világot dolgozott ki, különleges színekre alapozott, színfoltokra komponált alkotómódszert, amit őt jellemzi. Éveken át nem dolgozom egy képen, egy hónap, ami úgy általában, vagy valamivel kevesebb, attól függ, hogy az ember milyen hevülettel, milyen lélekkel kezd hozzá, van, amikor sokkal hamarabb is megvan, de a technika miatt hosszadalmas. Ugye több rétegbe festek, és ennek a rétegek száradásai ettől úgy hosszadalmasabb. Elsősorban meleg színeket szeretem, szóval az már eleve a meleg szín az valami bensőségességet, vagy valami fényességet, szeretetet sugároz. Vannak ilyen karcosabb, feketébb, ilyen talán drámaibb dolgok is, de nyilván mikor ilyen, mikor olyan az ember, és jó is ez a kettő, hogy kiegészíti talán itt a kiállításon egymást, hogy van ilyenfajta létezése is az embernek, meg van olyan is. Minden egyes mű fontos, meggyőződésem, hogy minden mű, ami itt falra került, minden mű, ami bemutatásra került, az jelentős, és az életművet egyenrangúan reprezentálja. Tehát nincsenek gyengébb munkák, vagy jelentéktelenebb munkák, minden mű nagyon fontos. Én ezt úgy fogalmaztam meg egy kiállítást bevezető szövegben, hogy minden kárpáti kép megszületése mindig egy újabb csoda. Ezek előtt, a képek előtt hosszan kell időzni,
hosszan kell nézni, elmélyedni, és kell hagyni, hogy ezek a tényleg különlegesen komponált munkák hathassanak egy-egy befogadóra. Nagyon sokszor olvasom a Bibliát, tehát hogy szinte minden nap olvasok valamit belőle, de nem akarok konkrétan, tehát én a Bibliának azt a, és a hitnek ezt a szent tüzét szeretném, tehát ezt a fényes emelkedettségét szeretném, amiben aztán vannak olyan képek, amik konkrétak is, de én inkább azt szeretném, hogy az egésznek a lelkületét, ezt a gyönyörű zengést, ezt az emelkedett fényességet szeretném.